Köszöntelek benneteket az apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Kedves testvéreim, folytassuk tovább éneklésünket és magasztaljuk a mi úrunkat. Fennálló énekként énekeljük a 161. dicséretnek az első versét. A 161. dicséret első versét énekeljük, amely így kezdődik: Szentlélek, védj körül bennünket. Elfoglalva, folytassuk tovább Istenünknek a magasztalását, és nagy énekként énekeljük a 364. dicséretet minden versével. A 364. dicséret első verse így kezdődik: Mindenkoron áldom az én Uramat. Thank you.
Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Segítségem az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, hallgassuk meg Istenünk igéit, amelyet szeretnék felolvasni számotokra a mai napra rendelt ószövetségi igerészből. Azaz a Királyok első könyvéből, annak is a 21. részéből az első 16 verset olvasom. Az ige szakaszt a gyülekezet helyét elfoglalva hallgathatja meg. A megnevezett igehelyről, a Királyok első könyvének a 21. részéből, annak is az első 16 verséből így szól hozzánk Isten igéje. Ezek után a következő dolog történt. A jezréeli Nábótnak szőlője volt Jezréelben, Samária királyának, Akhábnak a palotája mellett. Egyszer Akháb így szólította meg Nábótot. Add nekem a szőlődet, hadd legyen az veteményes kertem, mert közel van a házamhoz. Adok helyette jobb szőlőt, vagy ha jónak látod, pénzben adom meg az árát. Nábót így felelt Akhábnak. Az Úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet. Akháb elkeseredve és haragosan ment haza a válasz miatt, amelyet a jezréeli Nábót adott neki, amikor ezt mondta, nem adom neked atyai örökségemet. Lefeküdt az ágyára, a falnak fordult és nem evett semmit. A felesége, Jézabel azonban odament hozzá és így szólt. Mind keseredett el úgy a lelked, hogy semmit sem eszel. Ő így válaszolt. Beszéltem a jezréeli Nábóttal, kértem, hogy adja el nekem a szőlőjét, vagy ha úgy tetszik neki, szőlőt is adhatok helyette. De ő azt mondta, hogy nem adja nekem a szőlőjét. A felesége, Jézabel ezt mondta neki. Hát nem te uralkodsz most Izraelben? Kelj föl, egyél, ne búslakodj. Majd én megszerzem neked a jezréeli Nábót szőlőjét. Ekkor leveleket írt Akháb nevében, lepecsételte annak gyűrűjével, és elküldte a leveleket azoknak a véneknek és nemeseknek, akik Nábóttal egy városban laktak. A levelekben ezt írta. Hirdessetek bőtöt, és ültessétek Nábótot a nép élére. Vele szemben pedig ültessetek két hitvány embert, akik így tanúskodjanak ellene. Átkoztad Istent és a királyt. Azután vigyétek ki, és kövezzétek agyon. A város polgárai, a vének és a nemesek, akik abban a városban laktak, úgy is tettek, ahogyan Jézabel megüzente nekik, ahogyan a nekik küldött levelekben írta. Bőjtöt hirdettek, és Nábótot a nép élére ültették. Oda jött a két hitvány ember is, leültek vele szemben, és ezek a hitvány emberek így tanúskodtak Nábót ellen a nép előtt. Átkozta Nábót Istent és a királyt. Ezért kivitték őt a városból, és halálra kövezték. Azután megüzenték Jézabelnek, halálra kövezték Nábótot. Amikor Jézabel meghallotta, hogy halálra kövezték Nábótot, így szólt Jézabel Akhábhoz. Kelj föl, vedd birtokba a jezréeli Nábót szőlőjét, amelyet nem akart eladni neked, mert nem él már Nábót, hanem meghalt. Amikor Akháb meghallotta, hogy Nábót meghalt, fölkelt Akháb, lement a jezréeli Nábót szőlőjébe, és birtokba vette azt. Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és annak megtartásán. Gyertek fennállva, ezért imádkozzunk az Úrhoz. Mindenható Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által minden koron áldunk téged és magasztalunk. S Urunk, jó eljönni ide a te házadba, megállni a te színed előtt. Jó Urunk a testvérekkel együtt lenni. Jó téged magasztalni és dicsérni énekekben. Jó Urunk visszanézni és visszaemlékezni az elmúlt időszakokra, az elmúlt napokra és hétre, amikor láthattuk kegyelmedet, láthattuk a te csodás munkálkodásodat. Jó Urunk várni most te rád, és jó várni arra az igére, amit elkészítettél nekünk, amellyel most is vezetni akarod az életünket. Urunk, magasztalunk téged azért, hogy te jóságos Isten vagy. Köszönjük, Urunk, hogy jó voltál velünk az elmúlt héten is. Bár nem szolgáltunk rá, bár nem érdemeltük ki életünkkel, mégis hálát adunk jóságodért. És Urunk, azért könyörgünk most te hozzád, hogy ebből a jóságból jusson most is nekünk, ezen a mai Isten tiszteleten. Hogy add át nekünk a legjobbat.
És Urunk, hadd történjen meg velünk a legjobb dolog, ami megtörténhet ezen a világon, hogy találkozunk veled, hogy szólsz hozzánk, hogy vezeted életünket. Urunk, mi segítségül hívunk most téged. Gyönyörködünk te benned, és Urunk, olyan jó gyönyörködni a te igédben, parancsolataidban. Jó gyönyörködni tetteidben, Urunk, amit a világban és amit értünk teszel. És Urunk, te azt ígéred, hogy aki gyönyörködik benned, annak megadod szíve kérését. Urunk, most nekünk egy gyülekezetként az a kérésünk, hogy szólj hozzánk, vezess bennünket. Bátoríts, hogyha arra van szükségünk. Incs és fegy, hogyha azt kell most hallanunk. De mindenképpen hadd találkozzunk veled. Hadd éljük át, Urunk, annak a csodáját, hogy mi a Szent Istenhez jöhettünk. És hogy a Szent Isten velünk beszélt. Így kérünk, igédet add most is nekünk, vezess általa bennünket. Szent lelked, Urunk, magyarázza meg a te igédet, hogy megértsük mindannyian. Légy az ige hirdetőjével és annak hallgatóival, hogy közösen, most valóban Isten tiszteletet szentelhessünk. Kérünk az Úr Jézus Krisztusért, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 161. dicséretünknek a harmadik versét. A 161. dicséretünk harmadik versét keressük és énekeljük. Így kezdődik, szakaszd el hát most is szívünket. Az a szent ige, amelynek alapján Isten üzenetét ezen a mai vasárnapon az ő szent lelke által hirdetni kívánom közöttetek, meg van írva Mózes második könyvében. Mózes második könyvének a 20. részében, annak is a 16. és 17. verseiben, eképpen. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Ne kívánd fele barátod házát. Ne kívánd fele barátod feleségét. Se szolgáját, se szolgáló lányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a fele barátodé. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim! A mindenható Úrunk által a mai vasárnapra rendelt történet egy különleges igeszakasz a Bibliában. Mert az imént a hosszabb igeszakaszban, a lekcióban Nábótról olvasunk, Nábót szőlőjéről, arról az emberről, akiről egyébként olyan nagyon sokat nem tudunk a Szentírás lapjairól. Itt találkozunk vele, ebben a történetben, picit úgy vele tekinthetünk az életébe, de olyan nagyon sok mindent nem árul el az ige. Bár annyit következtethetünk, hogy Nábót valószínűleg egy, ahogyan mi mondjuk és mi tartjuk, jó értelemben egyszerű izraelita ember, aki valószínűleg földművelésből él, aki szereti a munkáját, szeret dolgozni, szereti azt a földet, amit megörökölt az őseitől. Különleges történet. És különleges azért is, testvérek, mert ez az egyszerű ember, Nábót, szembe kerül a királlyal. És bátran kiáll, vállalva a saját véleményét, a saját látását. Kiáll a király ellen. Különleges történet, testvérek, azért is, mert Illés prófétának az életébe és az ő történetébe van úgy beleillesztve, bár magáról a prófétáról itt nem olvasunk, mégis olyan dolgok történnek, amely mind a prófétára, de leginkább a királyi családra lesz majd hatással. És a történet után rögtön fellép majd Illés,
Isten akaratát kihirdetve. Itt vannak előttünk a történetek a főszereplői. Akháb király, akinek megtetszik Nábót szőlője, és meg akarja tőle venni. Egyébként ez egy nagyon fontos részlet. Meg akarja tőle venni. Közel van a palotához, ahhoz a palotához, ami aféle nyári rezidenciája lehetett a királynak, nem töltötte őt minden idejét, de valószínűleg egy ilyen nyári rezidencia, és szüksége lenne erre a földterületre, mert kell neki egy veteményes ott a palota tövében, és ez a hely pedig kapura jönne. Ő az egyik főszereplő, Akháb. A másik Jézabel, a királynak a felesége. Ő az testvérek, aki tisztességtelen módon, csalással és hazugsággal szerzi majd meg azt a földet. És a harmadik főszereplő Nábót, akiről már szóltam, akiről a mi saját gondolataink szerint talán ma azt mondjuk itt ezen az Isten tiszteleten, miért nem adtad oda azt a földet? Miért kellett ez ennyire neked? Kellett neked ennyire harcoskodni érte? Lám az életedbe került. Testvérek, természetesen nem ilyen egyszerű ez a kérdés. És nekünk sem kell túl korán ítélkezni és ítéletet hozni emiatt. De különleges történet. És különleges még abból a szempontból is, hogy a Bibliában, a Szentírásban benne van. Testvérek, mert ez a történet bemutatja az emberi zsarnokságot. És hogyha fogalmazhatunk így, akkor gyakorlatilag az emberi zsarnokságnak ez az iskola példája. Idézőjelbe szépen leírja, hogy a nagy emberek hogyan zsákmányolják ki a kis embereket. Hogy miként használják a világi hatalmat olykor rossz célra. Itt van benne, feketén-fehéren. És ezért kérdés számunkra, hogy hogyan közelítsük meg ma ezt az ige szakaszt. Hogyan találjunk rá arra a mondani valóra, Isten üzenetére, amit ma nekünk üzenés, amely hozzánk szól. Hát úgy, kedves testvérek, hogy a főszereplőkre nézünk. Azért említettem az imént őket. A főszereplőkre, Nábótra, Akháb királyra és az ő feleségére. Mert mindegyikük életét, tetteit és az ő szavaik is úgymond rámutatnak valamire. Rámutatnak akár egy jó tulajdonságra, Nábótnál, amit megtanulhatunk. Amit beépíthetünk az életünkbe, a hitünkbe, amellyel gazdagabbak lehetünk. És rámutat, kedves testvérek, arra, hogy milyen dolgok vannak még itt a másik oldalon. Egy, illetve két szereplő által megmutatja azt, hogy mi az, amit nem kell elsajátítani. Mi az, amit ki kell űzni az életünkből, ami száműzhető. Három személy tehát, három üzenettel. És ezek után egyfajta összefoglalásként lesz még plusz egy gondolat. De nézzük az első szemét, akivel talán a legtöbbet fogunk most foglalkozni. A hosszabb üzenettől indulunk a rövidebbek felé. Az első személy az pedig nem más, mint Nábót. És van egy mondat, testvéreim, ami leginkább az ő személyéhez köthető, hogyha egy igét kellene kiválasztani ebből a 16 versből, ami leírja ezt az embert, szinte tökéletesen pontosan, az a harmadik vers lenne. Így hangzott. Nábót így felelt Akhábnak. Az Úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet. Az Úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet. Ebből látjuk, testvérek, azt, hogy ez a Nábótnek fontos az, amit ő kapott, amit ő örökölt. De azért azt tisztázzuk, hogy a király tisztességes és jogszerű vételt kínál az elején. Mert jogszerint jár el, ami az örökséget illette, azt nem lehetett csak úgy akkor, hogy elkótya vetélni. Két mód van arra, hogy megszerezze. Az egyik, hogy elcseréli. Nehogy föld nélkül maradjon az az ember. Illetve annak a családtagjai majd, a következő generáció elcseréli valami másra. Vagy kifizeti, és amiből majd a másik ember tud venni földet. Mindkettőt felajánlja itt Nábótnak. Aki ezt a választ adja rá, amit felolvastam, ő ragaszkodott mindahhoz, ami az atyai öröksége volt. És kedves testvéreim, lássunk valamit itt tisztán. Mégpedig, hogy Nábótnak az álláspontja az egy hitbeli kérdés. Mondhatnánk hát, hogyan is lehetne hitbeli kérdés? Mert itt földről van szó. Hogyan jön ez a hithez? Testvérek, ez a szőlőskert valószínűleg nem lehetett egy nagy terület. Hogyha a király veteményesnek akarja használni, akkor ez nem tudom, nem egy valamilyen nagyon nagy terület lehetett. Sőt, azt sem gondolnám, hogy valami nagy haszonszerzés miatt venné meg a király, vagy venné el tőle. Hát gyakorlatilag minden megvan a királynak, ami kell. Ő egy gazdag ember. De Nábót azért ragaszkodik hozzá,
mert az ígéret földjéből kapta az ő családja. Emlékezzünk, amikor Izrael népe elfoglalja az országot, akkor szétosztják a területeket. Akkor mindenkinek meg lesz a helye, és akkor az ő családjuk ezt a részt kapta. Ezt nem lehet csak úgy adni. És akkoriban úgy tekintettek rá a földre, hogy a föld az az Úré, Istené. Aki odaadja az embernek, hogy sáfárkodjon vele, de az Istené marad mindörökké. Hogy adhatnám ezt neked, király? Ez az én családomé. Ő hitből ragaszkodik hozzá. És kedves gyülekezet, számunkra 21. századi szemmel talán úgy értetetlen ez kicsit. Hogy miért ragaszkodik ehhez a kicsiny kis részhez ez az ember? Ragaszkodni egy kicsiny földterülethez. Ma már nem divat annyira ragaszkodni a földhöz. Pedig én még emlékszem, és hadd mondjak el egy gyermekkori megtapasztalást. Én emlékszem még arra, kedves gyülekezet, amikor a tavaszi szántások idején mindenki szinte egyszerre volt lent a kertjében. És figyelték azt, kellő figyelemmel kísérték, hogy a mesdje az ott legyen, ahol annak lenni kell. És talán még nem is számításból. Talán nem is volt az emberekben rossz indulat, de ami az enyém, az az enyém. Ma már talán ennyire ez nem fontos. Sőt, sokszor a föld az ott van parlagon. De ha nem csak magára a földre tekintünk, fizikai létében és valójában, akkor még sok minden mást is mutat ez a nábóti hozzáállás. Ragaszkodni a földhöz. Ragaszkodni, kedves testvérek, ahhoz a földhöz, amit így nevezünk, hogy szülőföld. Ahol születtünk, ahol felnevelkedtünk, ahol a szüleink és a nagyszüleink nevelése nyomán hitébredt a szívünkbe. Ahol megismertük az Istent. Ragaszkodni a földhöz, tehát a családhoz. Ragaszkodni mindahhoz, ami számunkra az otthont jelenti. És kedves testvérek, milyen jó hazajönni és hazaérkezni. Gondoljunk csak bele. Azt gondolom, akik talán külföldön dolgoznak, ezt meg tudják erősíteni. Milyen jó hazajönni és itthon lenni a családdal. Milyen jó megtapasztalni az otthonnak a melegét. Engem itt szeretnek, itt elfogadnak. Itt az lehetek, aki vagyok, akinek az Isten engem teremtett. Ragaszkodni a földhöz, mert ez érték, testvérek, mert a család érték, mert amit kaptunk az Úrtól, attól nincs nagyobb dolog. És tudom, én is látom mindannyian, mintha ma ez már egy kicsit úgy feláldozható lenne. Nem késő erről beszélni? Ma már. Amikor a családtagjaink szinte vagy szó szerint külföldön laknak, és én is tudom, a szétszakítottság egy áldatlan állapot. Inkább legyen együtt a család. De az a szomorú, hogy a legelső, amit feláldozunk, az ez. Ragaszkodni a földhöz. Mert azt a földet adjuk oda, hagyjuk el lassan, amiért az őseink a történelem folyamán nagyon sokat küzdöttek és harcoltak. Ragaszkodni az örökséghez, mindahhoz, amit kaptunk, akik vagyunk mi, itt élve, Kárpátaljának, a Kárpát-medencének ezen a részén. Ragaszkodni, és mondtam lelki értelemben is, az örökséghez. Ahogyan Reményik Sándor mondja, a templomhoz meg az iskolához. Ragaszkodni ehhez. A hithez, mert ezek azok a helyek, a templom, az iskola, amelyek felnevelték az embert, amelyek nekünk tartást adnak. A hithez, amiben az a különös, hogy nem átörökíthető. Nem tudjuk úgy örökségként odaadni, hogy tessék itt a hitem. Mert mindenkinek az életében magának kell rátalálni az Istenre. A hithez ragaszkodni, ami mégis megmutatható, megtanítható a miénknek. Azt gondolom, értjük, miről van szó. Ragaszkodni mindahhoz, amit Isten nekünk adott, hogy azzal sáfárkodjunk. És tudjátok, testvérek, hogy Isten népének mi a legcsodásabb ígérete és öröksége? Az, hogy a mi örökségünk végső soron nem egy Biblia, amit a nagymamánktól kaptunk, és amelyhez kedves emlékek fűznek. Az, hogy a mi örökségünk még csupán nem is csak egy kicsiny föld, vagy egy régi kicsiny házikó, amit fel kell újítani, hogy tudjon majd lakni benne a következő nemzedék. Testvérek, Isten népének az öröksége még csak nem is a templom, hanem Isten népének az öröksége az Krisztus, és amit ő tett, amit ő jelent. Gazdag örökségünk van. Hogyan mondja az ige? Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Ragaszkodni tehát mindezekhez, amit elmondtam az imént, azért lehetséges, azért szükséges, mert Krisztus által és benne
A legtöbbet kapta meg az ember. A legtöbbet kapta meg, mert a mennyországot és a boldog örök életet szerezte meg az Isten. Ragaszkodni az örökségedhez, ragaszkodj Krisztushoz. Mert így lesz életed, így lesz jövőd, így lesz tartásod. És így a ragaszkodás, értjük, hogy nem földhöz ragadt életet jelent. Nem az csupán, hogy akkor nekem a föld a mindenem. És akkor én csak lefelé nézek, és akkor én csak szomorúsággal tekintek lefelé, és nem látok reményt, nem látok jövőt. Nem, nem földhöz ragadt élet, mert aki Krisztushoz ragaszkodik, az fölfelé néz, fölfelé tekint. És természetesen kérdezhetnénk egy kicsit gúnyosan, ilyen iróniával, maró gúnnyal, hát miért? Mint ahogyan a reklámban van, de miért? És többször mi is elsorolhatnánk, de miért? Mert ránézünk erre az emberre, Nábótra, és azt mondjuk, ő is pórul járt. Akáb és Jézabel, a király és a királynő eltette őt láb alól. Megölették. Testvérek, tudjuk, hogy mi nem vagyunk ilyen helyzetben. És nem lehet ilyen éles párhuzamot húzni. Itt egy összetett helyzet van. De kérték-e valaha az életünkbe tőlünk, az életünkért az örökségünket? Nem. De hogyha kérik is majd valamikor, akkor mi történik? Kérték-e tőlünk fegyverrel a hitünket, hogy hagyjuk ott? Nem. És hogyha kérik, akkor mi történik? És hogyha eljön egy ilyen hitvalló helyzet, akkor mit teszünk? Hallottunk mi már mártírokról. Ő is az Nábót. Hallottunk már testvérek a szabadságukért harcolókról, akik elestek a csatamezőn. Nekik fontos volt az örökség. Isten nem kéri ilyet tőlünk, de azt kéri, ragaszkodj Krisztushoz. Ragaszkodj hozzá, mert ő az, aki megtart téged. És ha már Akábot és Jézabelt említettük a királyt, akkor térjünk is rá, a királyra. És amit vele kapcsolatban, kedves gyülekezet, megállapíthatunk, az a 10. parancsolat, ami nem véletlenül hangzott el közvetlenül itt alapigeként, az igehirdetés előtt. Mert a 10. parancsolat így kezdődik, ne kívánd. És mi az első? Fele barátod házát. Majd jön feleségét, se szolgáját, se szolgáló lányát, semmit, ami a fele barátodé. De az első helyen ez van, fele barátod házát, az ő tulajdonát. Mondhatnánk, hogy de ő törvényesen akarta elvenni az elején. Kedves gyülekezet, mi volt itt a baj? Az, hogy nem a királyé volt. Nem az övé volt. Ahábnak a gyengesége az a kapzsisága. Így kívánta meg, annyi mindene volt már, de ez nem volt az övé. Isten nem neki adta. Nábótnak pedig láttuk az életén, hogy fontosabb volt az Isten akarata, mint a királynak a kívánsága. Ne kívánt, és mégis megkívánta. Kedves testvéreim, tudjuk nagyon jól, innen indul minden bűn és minden rossz dolog a kívánságtól. Ahogyan Jakab apostol írja az Új Szövetségben, nagyon helyesen, a kívánság megfogalmán bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Mert a kívánság az, ami elindítja a lavinát. A házzal kapcsolatban, az asszonnyal kapcsolatban, a gazdagsággal kapcsolatban, itt indul el minden. És az ige szerint ezért bűn a kívánság. És tudom azt is, talán így vagyunk vele, hogy a Biblia nagyon kizárólagosít, és nagyon radikális. Igen, ne kívánt, kívánni sem lehet. Mert az ember felteszi kérdésként, hogy nem túlzott dolog egy mai világban ilyet kérni, ahol szinte bármit megkaphat az ember, szinte bármit megvehet, amit megkíván. Úgy kívánom, és ha van rá lehetőségem, tehetségem, pénzem, megvehetem. Főleg egy király esetében. Ezért furcsa az ő viselkedése. Hazamegy, mint egy dúcás kisgyerek, fal felé fordul, nem eszik semmit, és a királyné kell, hogy kérdezze, és azt mondja neki, hisz te vagy a király. Bármit megszerezhetsz, bármit megvehetsz. De Aháb elfelejti azt, hogy van felette egy sokkal hatalmasabb király. Az emberek talán sokan kiskirálynak gondolhatják magukat. Minden az enyém lehet, bármit megszerezhetek, van rá tehetségem. Még másokon is átgázolhatok, megtehetem, mert hatalmas vagyok. Miközben semmilyen nincs az ilyen embernek. Semmije. Mert nem ismeri a királyoknak a királyát. Nem ismeri azt, aki uralkodik minden fölött. Egyáltalán nem túlzás tehát a hamis kívánságot bűnnek nevezni, mert az. Ne kívánd, mert nem a tiéd,
ne kívánd, mert nem te fáradoztál érte. Ahogyan szoktuk mondani, a kézbe könnyű beleülni, és könnyű elfoglalni. De vajon a másik embernek hány és hány munkaórája van abban, amit talán kemény munkával és izzadsággal szerzett meg, elvenni könnyű. Ezért, kedves gyülekezet, vegyük észre magunkon, hogyha hamis kívánságaink vannak. Vegyük észre, és nyomban, még azonnal imádkozunk azokért, hogy vegye el az Isten. Két szó, és tudjátok, azért jó ez a két szó, ne kívánd, mert amikor bűnre csábít a kísértő, amikor már csak-csak, és csak nem elesnénk már, akkor testvéreim, ezt mondhatjuk, eszünkbe juthat az Isten akarata, ne kívánd. Csak ennyit kell mondani, ne kívánd, Isten nem ezt akarja. Mert hát annyi sok földje van ennek a királynak, mégis az a kicsi kell, pedig egy gazdag ember. De nem értékelte és nem vette észre, hogy mennyi mindent adott neki az Úr. Kedves testvérem, légy hálás a sajátodért, légy hálás azért, amit Isten neked adott, és a háládat fejezd ki az Úrnak. Mutasd meg, hogy hálás vagy. Abban, hogy még másoknak is jut a tiédből. Mutasd meg a háládat, hogy te nem elveszel, hanem adsz a rászorulónak, és ezt megteheted. Hogy te így köszönd meg az Úrnak, hálás vagyok, hogy megáldottál. Köszönöm, hogy adtál, és én ebből még adhatok. Akább erre, az ő személy erre világít rá, ne kívánd, de lásd meg a sajátodat. És a harmadik főszereplő Jézabel, a királynő. És hogyha rátekintünk, akkor hogyha a királyhoz a 10. parancsolatot kapcsoltuk üzenetként, akkor itt lehet a 9. Bár nem ő az, aki hamisan tanúskodik, de hozzá köthető ez a tanács. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Ma a köznyelvben a 9. parancsolatot mi így szoktuk fordítani, hogy ne hazudj. Ami lehet talán még egy jó fordítás, úgy mondhatnánk, a lényeg benne is van, de többről szól ez. Mert a parancsolatnak a gyökere, az eredeti értelme a hamis tanúskodás ellen szól. És tudjuk nagyon jól, sok bibliai történeten látjuk ezt, hogy Izraelben, hogyha van két tanú, aki egy ember ellen vall, akkor az elég. És mindegy, hogy az áldozat mit mond, mindegy, hogy hogyan reagál, mindegy, hogy igazak vagy igaztalanak a vádak ellene, nem számít az ember. Nem számít az az ember. Ketten ellened vallottak. És a büntetés az mindig halálbüntetés volt, megkövezik. Szomorú, micsoda egy nehéz világ lehetett akkor, de vigyázni kellett. Ne tanúskodj hamisan. Jézabel kitalálja ezt a tervet, és végre is hajtja. És itt még van egy olyan bűntestvérek, pontosan ebben a parancsolatban, amire az Úr felhívja a figyelmünket, ami kiűzésre vár a mi életünkből, a hamis tanúskodás. A másik embernek a befeketítése, a lejáratása, talán abból a célból, hogy mi jobb színben tűnjünk fel, hogy mi kiemeljük magunkat. És hát itt is csak kérdezhetnénk újra és újra, hát de mi nem okozzuk másoknak a halálát. Talán ebben nem. De kedves testvéreim, nincs hely az életünkben a hamis vádaskodásnak. Higgyük el, kicsiben kezdődik, nem ilyen nagy dologban. Kicsiben, talán egy mondat, amikor egy társaságban épp azt, aki nincs ott, lejáratom, vagy valamit mondok. Talán egy mondat róla, csak azért, hogy én jobbnak tűnjek. Nem megtörténik ez is velünk nagyon sokszor. Nem nagyban kezdődik el, kicsiben. És mégis megszegjük ezzel itt az Isten parancsolatát. Testvéreim, lehet, hogy célt érünk vele. Itt is a király idéglenesen célt ért. Lehet, hogy akkor nekünk lesz jó, de az Isten, aki mindent lát, az majd előveszi. És előtte az ítéletkor ezek a hamis vádok fognak bennünket vádolni. Ezek a hamis tanúskodások. Helyette inkább nézzük meg Pál apostolt, aki azt írja az Efézusi levélben, 6. rész 14. versében, álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel. A lelki fegyverzetnek, az Isten fegyverzetének az egyik fontos része és eleme. Övezzétek fel a derekatokat igazság szeretettel. Mert az Istenben bízó ember, az szereti az igazságot. Aki keresi az Urat, az szereti. Testvérek, és ez nem csak igazság érzet, hogy tudom, mi az igaz és mi nem az, hanem igazság szeretet. Tehát keresem az igazságot, hirdetem az igazságot, és munkálom is életemmel. És a Biblia azt mondja, hogy az Isten igéje az igazság. Mennyivel más ez,
mennyivel különbözik attól, mint hogy azt mondjuk, inkább mások ellen vallok. Hamis tanúskodás, vagy igazság szeretet. Követem, és akkor nem kell majd arra figyeljek, hogy mikor mit hazudok másoknak. Akkor nem kell majd arra figyelni, hogy mindig stimmeljen a hazugságom. Mert szeretem az igazságot, mert aszerint élek. Mert az ige igazsága vezet engem. Kedves gyülekezet, három főszereplő, három üzenettel. Nábót, aki megtanítja, hogy ragaszkodj az örökségedhez, ragaszkodj Krisztushoz. Akháb, aki megtanítja, hogy ne kívánd, ami nem a tiéd. És Jézabel, akinek az élete arra világít rá, hogy ne tanúskodj hamisan. És ígértem a végére összefoglalásként plusz egyet. És ez a plusz egy gondolat, amolyan következtetés a történet tanúságának a levonása mindezek mellett. Testvérek, ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy a szavaknak, a tetteknek, minden dolgunknak következménye van. Ezt látom a történetből. Sajnos Nábótnál is. Kitartott, de megölik. Vagy otthon a királynak a dúcáskodása hazamegy, Jézabel észreveszi, és elkezd cselekedni, elkezdi kitervelni a dolgokat. És a legszörnyűbb, a legvisszataszítóbb dolgot teszi, szinte testvérek, ilyen filmes forgatókönyvbe is beleillik mindaz, amit le van írva. Szörnyű dolog. Az, amit és ahogyan teszi. Sőt, a király hallgatásával még bűnrészes is lesz. Nem teszi felelőssé feleségét, meg úgy elhallgatja, amit tervez. Kedves testvérek, mindennek következménye van ebben a történetben. De tudjátok, mondhatnám, hogy ez az üzenet arról szól, ami majd ezután következik. Említettem, hogy jön majd Illés, aki által Isten meghirdeti az ítéletet. Ezután a történet után. Mert nem csak, hogy következménye van itt a dolgoknak, a világon, a földön, az emberek között, de mindezeknek Istennél is megvan a következménye. És hiszem, hogy ez nem egy olyan mondat, amely bennünket most akkor mindenkor rettegésbe kell, hogy tartson, de kell, hogy figyeljünk magunkra. Mindennek következménye van. Illés nincs a történetben, de általa hirdet Isten ítéletet a királyi család fölött, és elmondja a szörnyű véget, ami rájuk vár. Testvérek, mindennek, a szavaknak, a tetteknek következménye van. Az emberek előtt, a hamis kis hazugságoknak is, amelyeket mi olyan ártatlannak gondolunk, hát még akkor az Isten előtt. Következménye van a dolgainknak. Ezért jó tehát úgy élni, mint akiknek tiszta lelkiismeretük. Mint akik ragaszkodnak az örökségükhöz, a legnagyobbhoz, főként Krisztushoz. Jó tehát úgy élni, testvérek, mint akik figyelnek az életükre. Akik hálásak azért, amiük van, és szeretik, hirdetik az Isten igazságát. Jó tehát úgy élni, akik nem tanúskodnak hamisan. Akik mindig az igazságot mondják, és nem félnek tőle. Jó tehát úgy élni, mint olyan emberek, akik keresik az Urat. És kedves gyülekezet, legyen ez a történet számunkra egy intő példa. A mi jó, azt tartsuk meg belőle. Amire pedig rámutatott az Isten bűnként a mi életünkben is, azt vessük el. Mert az Isten előtt igaz ember az, aki mindig hozzáfordul, aki naponta megbánja a bűneit, aki benne remél és hisz. Kedves testvérek, jó úgy élni, akik várnak az Úr szabadítására. És egy igevers, amellyel szeretném befejezni az igehirdetésemet, a Jeremiás síralmainak a könyvéből, 3. rész 25. verse. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Mi legyünk azok, akik benne reménykednek, és őt követik. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, válaszoljunk az igehirdetésre énekszóval. Ráfelelő énekként a 25. Zsoltárunknak a 6. és 7. versét énekeljük. Tehát a 25. Zsoltárunk 6. és 7. versét keressük és énekeljük. A 6. vers így kezdődik, aki az Úristent féli és tiszteli szívében.
Gyertek testvérek, imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, mindenható Atyánk, köszönjük neked azt, hogy követhetünk téged. Hálát adunk azért, hogy nem vonod meg magadat tőlünk, és most is szóltál, a te ígéd által most is vezettél bennünket. Köszönjük Istenünk, hogy nekünk olyan életünk lehet, arra igyekezhetünk, hogy keressük a te igazságodat, hogy szeressük az igazságot, hogy az igazság, azaz az ige, tehát Krisztus legyen az, aki vezeti az életünket. Hogy mi hadd ragaszkodjunk hozzá, és hadd ragaszkodjunk, Urunk, mindahhoz az örökséghez, amit kaptunk tőled, mert mindenünk, amink van, az a tiéd. És sáfárok módjára élünk csupán a dolgainkkal. Mindenünk, amink van, amit adtál, a tulajdonunk, de mi, Urunk, még a szeretteink is, tőled kaptuk ajándékba. Köszönjük, hogy így a te dicsőségedre élhetünk, és ezt kereshetjük. Hogy a te dicsőségedet növelhetjük. Urunk, köszönjük, hogy a világnak erre a helyére helyeztél el bennünket. Ide születhettünk meg. Urunk, bár nehéz nagyon ez a világ. Minden sodrása, Urunk, úgy valamerre vinné az életünket. De hadd tudjunk ragaszkodni a földhöz, ahová tettél, ahová helyeztél bennünket. Urunk, hogyha el is kell kényszerülnünk sokszor, a világnak bármilyen tájára, hozz vissza ide, hozz haza, mert itt vagyunk itthon. Mert, Urunk, nekünk itt van küldetésünk, nekünk itt kell azt teljesíteni. De hadd ragaszkodjunk először te hozzád, mert a mi örökségünk az örök élet, amit Krisztus által nekünk adtál. Köszönjük, hogy ezután az élet után egy boldogabb, sokkal boldogabb életben vágyakozhatunk, amit még le sem tudunk írni, Urunk, hogy milyen lehet. Köszönjük neked, hogy mindezt nem csak megígéred, de már meg is adtad. Hálát adunk azért, hogy, Urunk, így kezdhetjük el ebben az örömben ezt az újabb hetet, amit megenged számunkra. Kérünk, hogy szenteld meg a mai vasárnapunkat. Add, hogy, Urunk, tudjunk felkészülni lelkiképpen és az előttünk álló hétre. Hogy ahogyan benned bíztunk és reménykedtünk ez idáig, ezután is így legyen. Könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, kicsinyekért, nagyokért. Könyörgünk, Urunk, hogy mindannyian halljuk a te ígédet. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik valamilyen nehézségben vannak, hogy légy az ő pásztoruk, légy, Urunk, vigasztaló, erősítő, és keresd meg azokat, akik talán eltávolodtak tőled. Szeretnénk könyörögni Istenünk Kárpátaljáért, a mi kis népünkért, hogy tarts meg békében bennünket ebben az országban. De hadd könyörögjünk az országunkért is, hogy az országba is adj békét, és adj bölcsességet, Urunk, az ország vezetőinek, hogy kezdjenek el téged keresni, hogy rád figyeljenek. Könyörgünk, Urunk, a föld minden nemzetéért, hogy ébredjenek rá az emberek arra, hogy hol van az igazi megoldás, hogy hol kereshetik, Urunk, a vezetést, a kegyelmet, a jót. Urunk, kérünk, hogy így tarts meg bennünket. Add áldásodat, Urunk, az életünkre, és őrizd azt, amíg jónak látod. Annak a nevében kérünk téged, aki így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves gyülekezet, először is hirdetem az adakozásnak a lehetőségét, mint a keresztény életnek és Isten tiszteletnek a részét, tudva az igét, hogy jobb adni, mint venni. Így hirdetem, hogy a következő adományok érkeztek gyülekezetünkbe Isten dicsőségére az elmúlt héten. Hirdetem, hogy az elmúlt vasárnapi perselyben egy borítékban Isten dicsőségére adományként 500 grivnya volt. Egy igeverssel, Ézsaiás próféta könyvének a 40. részéből a 29. verssel. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Hirdetem továbbá, hogy egy özvegy nőtestvérünk Isten dicsőségére 500 grivnyát adományozott.
Hirdetem, hogy egy 81 éves idős nőtestvérünk betegségből való felgyógyulás alkalmából, Isten iránti hálaadásból 500 grivnyát adományozott. S hirdetem, hogy egy özvegy nőtestvérünk szintén betegségből való felgyógyulásból, Isten iránti hálaadásként szintén 500 grivnyát adományozott egy igeverssel a 115. Zsoltárból. Magasztallak téged, Istenem királyom, áldom nevedet mindörökké. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Kedves gyülekezet, alkalmainkat hirdetem, amelyek ezen a héten meg lesznek tartva, és egy picit előre rohanva, de emlékeztetem a gyülekezet tagjait arra, hogy jövő vasárnap, hogyha élünk, akkor augusztus 3. vasárnapja lesz. Ami azt jelenti a mi gyülekezetünkben, hogy augusztus 3. vasárnapján adunk hálát azért, hogy Isten megtartotta a mi életünket, és gondot viselt rólunk, adott kenyeret a mi asztalunkra. Így, kedves gyülekezet, jövő vasárnap, hogyha Isten éltet bennünket, augusztusnak a 3. vasárnapján megterítjük az úrasztalát, és úrvacsorai közösségre hívogatunk mindenkit. Hálát adunk az új kenyérért. És hogyha a testvérek az Istenre tekintünk és az ő csodás munkálkodására, akkor elmondhatjuk, hogy adott nekünk ezen az éven is. Azt gondolom, nem kell sokat szólni azokról az időjárási körülményekről, amelyek most uralják ezt a világot. Hát mi igazán hálásak lehetünk, mert mi is bűnösök vagyunk, de az Isten figyelt ránk. Így a jövő vasárnap a hálaadásnak az alkalma lesz, és az úrvacsorai közösségnek. Így hálaadással és bűnbánattal készüljünk, és így hívogatunk mindenkit bűnbánati Isten tiszteleteinkre, amelyek a megszokott rendben és időben, szerdán és pénteken 19 órai kezdettel, tehát este 7 órai kezdettel lesznek megtartva. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit bűnbánati alkalmunkra is. Kedves testvérek, szeretettel hirdetem továbbá azt, hogy a fiatalokkal, a konfirmandus korosztállyal konfirmandus hétre indulunk 2021. augusztus 23. és 26. között. Szeretettel hívjuk és várjuk a 7., 8., 9. osztályosokat jelentkezni, Isten tisztelet után már most lehet nálam a lelkipásztornál. És kedves gyülekezet, egy fontos hirdetésem van még, amellyel kapcsolatban egy körlevél érkezett a gyülekezetünkbe, amit szeretnék felolvasni a testvéreknek. A Kárpátai Református Egyház minden gyülekezetének. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban! A Kárpátai Református Egyházkerület elnöksége nevében hálás szívvel szeretnénk megköszönni, hogy a 2020-as évben is a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programban segítőkezet nyújtottak, és több intézmény kenyérszükségletét biztosították adományukkal. A tavalyi évhez hasonlóan 2021 is egy kihívásokkal teli év. A világjárvány hatásait még most is érezzük, a jelenlegi ember próbáló időszakban kiemelt szerepe van a gazdaszolidaritásnak, felkarolva a lemaradozókat, segítőkezet nyújtva a rászorulóknak. Ebben az évben is szeretnénk folytatni a néhány éve megkezdett akciót, amelyre számos pozitív visszajelzés érkezett. Bízunk abban, hogy az idei évben sem lesz ez másként, és így a kezdeményezés által több intézményt is tudunk majd támogatni. Tisztelettel kérjük egyházkerületünk gyülekezeteit, hogy a testvéri összefogás jegyében lehetőségeik szerint vegyenek részt a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem idei akciójában. Legyünk hálásak az idei gabonáért, és ne engedjük, hogy a sátán kivegye a hálát a szívünkből. Sőt, engedjük, hogy a szükséget szenvedők is részesülhessenek belőle. Mint ahogyan a korintusiaknak szóló tanítások között is megvan írva. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetéseteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét. 2 Korintus 9.10. A gabonát a következő gyűjtőpontokra várjuk. Bereg megyébe a Diakóniai Központ Beregszázban, Unk megyében a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon, Máramoros Ugocsa megyében pedig a Péterfalvi Református Líceum. Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adományaikat 2021. augusztus 13-áig juttassák el a fentiekben megnevezett gyűjtőpontokra. Isten áldását kérve életükre és munkájukra, testvéri köszöntéssel Zán Fábián Sándor, a Kárpátai Református Egyházkerület püspöke, és Nagy Béla, a Kárpátai Református Egyházkerület főgondnoka. Beregszász 2021. július 22. Kedves testvérek, ez azt jelenti, hogy ez a hét, amely előttünk áll, ez valóban egy olyan hét lesz, amikor hálánkat megmutathatjuk,
ahogyan hallottuk az igehirdetésben is, kifejezhetjük a hálánkat az Úrnak. És jó volt azt megtapasztalni a tavalyi éven, hogy nagyon sokat tudtunk gyűjteni magunkhoz képest. Jó lenne ezt túlszárnyalni. Jó lenne még többet adni, hogy még több embernek tudjunk segíteni. Így ezen az éven is, ahogyan tavaly is, illetve azelőtt is a KMK Szisnyétei alapszervezetével közösen gyűjtjük be az adományokat, és így juttatjuk majd el. Tehát egy közös gyűjtés lesz, mert ez a program, ez mint tudjuk, nagyon jól egy Kárpát-medencei program, és az egységet szimbolizálja ez is. Így várjuk, kedves testvérek, az adományokat ezen a héten, mivel 13-án, ami, hogyha jól tudom, csütörtök, el kell, hogy szállítsuk, ezért az adományokat két délután fogjuk gyűjteni a parókián, a gyülekezeti terem mellett, mégpedig kedden és szerdán, délután 3-tól este 6 óráig. Tehát kedden és szerdán 3 órától 6 óráig. Én kérném azt, hogy így készítsük el adományainkat, adjuk tovább ezt a többieknek is a községünkben, és mutassuk meg azt, hogy bár nehéz év volt, mégis az Isten gondoskodott rólunk. Tehát kedden és szerdán nagy-nagy szeretettel várjuk ezeket az adományokat a parókiára, és csütörtökön, hogyha Isten éltet bennünket, akkor tovább is szállítjuk majd azokat. Kedves gyülekezet, több hirdetésem nincsen. Isten legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Most pedig áldásvételhez készülve énekeljük hitvalló énekünket, mindig velem, Uram, mindig velem. És Istennek a békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és Isten tiszteletünk végén énekeljük záróénekünket. Záróénekként a 480. dicséret első 5 versét énekeljük. 480. dicséretünk első 5 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: testvérek, menjünk bátran!